A Nemzeti Összetartozás napján felidézték az ünnepi beszédet tartók a trianoni békediktátum Magyarországra gyakorolt hatásait. 1920. június 4-én a történelmi Magyarországon megkondultak a harangok. Az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbocra eresztették, 10 percre leállt a közlekedés, bezárták az üzletek. 102 éve írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot. Családokat szakított szét és megcsonkított a Magyarországot, ezzel Trianon Magyarország megcsonkításának, az országgal és a nemzettel szembeni igazságtalanságnak legfőbb traumája. Magyarország területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada rekedt az új államhatárokon kívül. Nehéz szavakba önteni Trianon nemzeti tragédiáját, mely példátlan a világtörténelemben. Nincsen más nemzet, mely hasonló szétszakítást túlélt volna. Magyarország kormányának döntése értelmében 2010 óta új üzenetet is hordoz június 4-e. Azóta már nem csak a kegyetlen döntés következményeire gondolunk ezen a napon. Június 4-e egy gyász, de egy örömünnep is egyben. Hiszen a békediktátum után több mint 100 év elteltével él és létezik a büszke magyar nemzet határainkon belül és azon túl is, mely okot ad az örömre. A mi feladatunk, hogy begyógyítsuk a sebeket, bebizonyítsuk a világnak, nekünk, magyaroknak, határoktól függetlenül közös gyökereink vannak, melyekbe a legnagyobb vihar esetén is magabiztosan kapaszkodhatunk. A Nemzeti Összetartozás napjának ez a fő üzenete. Karsai Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy Budafok Tétény elsőként tűzte ki a városházára a székely zászlót. Hozzátette még, hogy az ukrán-orosz háború kitörését követően rögtön gyűjtésbe kezdtek a 22. kerület lakói, így rengeteg élelmiszerrel, ruhával, valamint vegyi árukkal tudták segíteni mezőkasszonyt, Budafok Tétény testvértelepülését. Tóth Endre országgyűlési képviselő személyes gondolatait osztotta meg a megjelentekkel. Van egy felvidéki kis falu Léva mellett, úgy hívják Zseliz, nem tudom, hallottak-e róla. Itt született egy bizonyos Tóth Lajos, az apai nagyapám. Öten voltak testvérek, és két lány és három fiú alkotta a családot. És a második világháborút követően a testvéreknek választania kellett, hogy maradnak Csehszlovákiában, vagy az újra trianoni határok közé szorított Magyarországot választják, és Magyarországra költöznek. A nagyapám jött az egyik fivérével, három testvérük viszont Zselízen maradt. Nem volt egyszerű utána a családi kapcsolattartás, gondolhatják. Sokszor rossz évek teltek el egy-egy találkozás nélkül. A határok az én családom közéséket vertek. Sajnos a nagyapám néhány hónappal a születésem előtt meghalt, így nem ismerhettem őt személyesen. Így nem hallhattam tőle azokat a családi történeteket sem, amelyeknek az a bizonyos felvidéki kisfalu adott hátteret. Pedig a családi történetek nagyon fontosak, hiszen az ilyen történelmi traumákat, mint amilyen Trianon is volt, segítenek feldolgozni, hogyha kibeszéljük. Márpedig a trianoni békediktátum kétségtelenül a magyarság egyik legsúlyosabb történelmi traumája, ami milliók életére gyakorolt kitörölhetetlen hatást. A beszédek között a Nádasdy banda játszott népdalokat. Béke diktátumot követő 68. esztendőben én magam is egy olyan településen születtem, amely a diktátum után Csehszlovákiához, majd egy kis időre újra Magyarországhoz, aztán a Szovjetunióhoz, és majd Ukrajnához került, és jelenleg is annak a része. Ez idő alatt az össznemzetünket érték háborúk, árulás, szabadság
és forradalom meg annyi természeti és ökológiai katasztrófa, mi mégis itt vagyunk, és a mai nap is közösen emlékezünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az orosz-ukrán konfliktus ez rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. A kárpátai magyar közösség az talán az eddigieknél is nehezebb helyzetbe került. Háború van, gazdasági válság, meg annyi kétely a fejekben, ezért nagyon fontos az, hogy egy erős hátország áll mögöttünk, és még fontosabb az, hogy egy teljes nemzet áll ki a kárpátai magyar közösségért. Ezért engedjék meg, hogy én megragadjam a mai alkalmat is, és megköszönjem egész Magyarországnak, megköszönjem önöknek, a magyar embereknek azt a példás összefogást, amelyben a háború kitörése óta részünk lehetett. Péter Árpád a Politikai Foglyok Országos Szövetségének helyi elnöke saját versét olvasta fel. Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit az országzászló talapzatánál.